Katya, a Dorka, a Jani, a Juli, mindenki tudja, hogy mekkora buli. A Lili Suli! Lili Suli meséi. Sziasztok, drága Lili Sulisok! Ma szavakkal fogok mesélni nektek, ezt ti is otthon kipróbálhatjátok anyával, apával vagy nagytesóval. Az lesz a feladatotok, hogy színes papírokra különböző szavakat írtok, beleteszitek egy kalapba vagy egy sapkába, legyen egy csengettyűtök, vagy akár anya-apa tapsolhat, és akkor a tapsa csengettyűre egy szót kell kivenni a kalapból, sapkából, és azt beleszőni a mesétekbe, történetetekbe. Úgyhogy hallgassátok szeretettel az én mesémet, ami egy kis békáról fog szólni. Egyszer volt, hol nem volt, egy gyönyörű szép tavaszi napon, amikor már jó meleg volt, egy kicsi kis béka ringatózott egy tavirózsa közepén. Ott ringatózott, napozott. Kihúzom az első szót. Amikor egy cumis üveg úszott feléje. Sose látott még cumis üveget, gondolta, megnézi, mi az. Átugrott a cumis üveg tetejére, és ott lebegett, és kiért a vízpartra. Egy csoki volt elrejtve a cumis üvegben. Még soha életében nem evett csokoládét, gondolta, megkóstolja, mi az. Nagy nehezen kinyitotta a cumis üveget, megtalálta benne a csokoládét, már épp elkezdte majszolni. Mikor is egy papagáj, gyönyörű színes papagáj röpült el felette, fogta a csokoládét, és elrabolta. Szegény kicsi béka ott sírdogált, mert annyira vágyott már egy kis csokoládéra, mint Gombóc Artúr, aki szintén nagyon szereti a csokoládét. Ekkor egy vonat hangját hallotta a béka, egy vonat füttyött, mert a tóparton pont egy vasútállomás volt. A vonatról rengeteg gyerek szállt le, előzönlették a partot, átöltöztek fürdőruhába, elővették a labdát, az elemózsiájukat, amikor is előkerült egy lámpa, egy kisfiú csomagjából. Ez volt a kedvenc zseblámpája, gondolta, körbenéz a tóparton, hát ha talál valami kincset, és megtalálta a cumis üveget, rajta pedig a kicsi békát. A kicsi béka farkas szemet nézett a kisfiúval, és azt mondta, vigyél vissza engem a tavirózsa közepére. A kisfiú ilyettébe akkorát sikított, hogy a kicsi béka felugrott az égig, mikor egy repülő repült a tó felett, és a kicsi béka épp a szárnyára pottyant, a repülő pedig elrepítette egyenesen a tó közepére, ahol ott volt a gyönyörű szép tavirózsája a békának. A kicsi béka ráugrott, és tovább ringatózott. Hát eddig tartott az én mesém, úgyhogy várom a ti meséteket. Küldjétek el, hogy milyen szavakkal meséltetek, vagy mi legyen ennek a mesének a címe, vagy küldjetek nekem szavakat, és azt beleszövöm a következő mesébe. Sziasztok!